Hát sziasztok, itt van ez a tévém, valami baja van, nem tudom, hogy micsoda, de hát mint a kicsit full lenne rajta a kép. És amint látjátok, rá is írtam, hogy tökre nem én voltam, tehát nem én törtem be. De viszont amikor visszavittem a boltba, ahol vásároltam, mert még garanciás, azt mondták nekem, hogy azt inkább nem mondom, hogy mit mondtak, de az a lényeg, hogy nem cserélik ki, nem adják vissza a pénzt, nem vásárolhatom le, semmi ilyesmilyen elhajtottak. Mit lehet ilyenkor csinálni? Na most természetesen ez egy nagyon jó poén volt, de maradjunk abba, hogyha van egy cuccod, amit megvettél, és tényleg semmi közöd az elromlásához, és garanciális még, de a bolt, ahol vetted, nem akarja kicserélni, mit lehet csinálni. Hát először is ugye visszaviszed és megpróbálod kicserélni, de ha nem megy, akkor elmehetsz a békéltető testületekhez, mert ők tudnak esetleg segíteni. Itt van a linkje, de ezt most majd beteszem a leírásba, amúgy ide ugrik, tehát semmi extra. Az a lényeg, hogy ide eljössz és beadsz egy kérelmet. Itt vármegyénként föl van sorolva, hogy attól függően, hogy hol laksz, hova kell menni. Tehát mondjuk Budapestet nézzük meg, mert az a legnagyobb vélhetőleg. Át is dob egy másik oldalra, ahol meg kell adni az adataidat. Tehát mit tudom én, PTG, Józsi, telefon, e-mail, címet, levelezési címet, hogyha megegyezik, csak pipálsz, ügyfélkapus elérhetőségeinek adataidat itt beadod, de ez nem kötelező, és utána folytatni kell az űrlap kitöltését, meg kell adni, hogy kinek a nevében csinálod ezt, hát mondjuk most saját nevünkben. Az érintett gazdálkodó szervezettel megkísérelte az ügyrendezését, tehát elmentem a boltba és próbáltam ugye megbeszélni velük a dolgot. Igen, kezdeményezett már más békéltető testületi vagy polgári peres eljárást, tehát próbálkoztam már ebben korábban, nem. Indult-e közvetítő eljárás a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem? Nem. Kéri az ügy rendelkezése érdekében a budapesti békéltető testület eljárását. Tehát próbálják megoldani a helyzetet, kérem. A gazdálkodó szervezete vonatkozó adatok. Hát ez ahol vetted a cuccot. Tehát, hogy is hívják? KFT, megadott telefonszámát, e-mailjét, címét, stb. Így a részletesen azokat a tényeket, eseményeket, amelyek megvalósítják az ön által megjelölt jogsértést. Tehát itt azt kérdezi, hogy mi történt eddig. Vettem egy tévét, elromlott valamiért. Haha. És hiába garanciális, nem csinált semmit, ahogy is hívják. KFT csak elhajtott. Na most természetesen ezt normálisan írod le, nem ilyen vicceskedve, mint én. Tehát ez egy ilyen, hogy is mondjam, ez egy hatóság szinte, tehát itt nem a Shoulder Clubba keresnek új embereket. Milyen jogsértést találtam azt a dokumentumokról, szerződések, számlák, stb. Van tudomása, tehát van számlám, garancia, papírom, stb. Ezeket szépen leírod. Egyéb tények, amelyek az ügy eldöntése szempontjából fontosak. Hát ide beírhatod, ide nem azt írod be, hogy jól áll a hajat, hanem mondjuk a tévét csak napi 2 órába használtam, szóval nem gondolom, hogy el kellett volna romolni a 3 hónap alatt. Ezt nem kötelező kitölteni, akarsz valamit beírsz, hanem akkor nem. Tanács döntésére irányuló indítványa. Tehát mit szeretnél elérni magyarul? Például, hogy is hívják? KFT adja vissza a pénzt, vagy cserélje ki, vagy javítsa meg. Tehát mik az igényeid? Ezeket szépen leírod ide. Ügyérték, mennyibe került a tévé. Tehát mondjuk 100 000-ért vetted a tévét, akkor te 100 000 forintot akarsz. Azért nézd meg, hogy normális számot írjál be. Amennyiben meghallgatást tart az ügyében a budapesti békéltető testület, kérem nyilatkozzon, hogy mely formában járjon el a tanács. Egyes tanács, hármas tanács. Itt az a lényeg, hogy te hány embert akarsz berángatni a meghallgatásra, egyet vagy hármat. Egy elég szerintem. De ha te hármat akarsz, hármat jelölsz.
Fogyasztóvédelem bekezdés alapján kérem nyilatkozzon, hogy hozzájárul ennek a lefolytatásához. Tehát itt az a lényeg, hogy be akarsz menni, vagy nem. Ha be akarsz menni, akkor nem járulsz hozzá. Ha hozzájárulsz, akkor neked be se kell menni, de akkor viszont ők eldöntik saját maguk között, és te nem tudsz beleszólni. Csatolmányoknál pedig szépen csatolod a lefotózott számlát, garanciát, esetleg a tévéről egy képet, nem azt, amit én beraktam. Utána el kell fogadni az adatvédelmi tájékoztatót, és a hírlevélre pedig feliratkozol, vagy nem. Na most ezt természetesen normálisan kell kitölteni, nem ilyen humorosan, de hogyha normálisan kitöltöd, akkor és megnyomod itt a küldés gombot, illetve bocsánat, a békétetői testület eljárás indítása gombot, akkor ezeket az információkat elküldik nekik, és ott egy ember ezt meg fogja nézni. Nagyon fontos, hogy ne kezdjél kamuzni, mert a céggel is föl fogják venni a kapcsolatot, és le fogják ellenőrizni, hogy valóban vásárolt-e PTG, Adem Józsi, egy tévét 100.000 forintért, stb. És mint említettem, meg fogják hallgatni a céget, tehát hogy a cég valóban azt fogja mutatni, hogy te ezt a tévét összetörted, és ezt el is mondják a békeltetői testületnek, akkor kiröhögnek, tehát tényleg nem ne kamuzzál meg ilyenek. Mi történik ezután? Szóval megkapta Józsi, leellenőrizte a céggel is, hogy mi a helyzet, és ő ezek után összehív téged, a céged, meg saját magát, ugye egy vagy három embert, hogy megbeszéljétek a helyzetet. Tehát itt nagyon fontos, hogy ez nem egy bíróság, ahol bejön az ügyvéd, meg perelés, meg stb. Ez egy ilyen, hát ugye nevében is benne van békéltető testület, ami megpróbálja békés úton elintézni ezt a problémát. Tehát mi történik? Ilyenkor adnak egy dátumot, megjelensz te, megjelensz a cég, megjelenik a, hogy is hívják Kft-től valaki, megjelenik a békéltető testület, meghallgatják a te álláspontodat, az ő álláspontodat, az ő álláspontjukat, és akkor a békéltető testület egy javaslatot tesz, hogy szerinte minek kéne történnie. Tehát jelen esetben a tévét kifizesse, hogy is hívják Kft., vagy tényleg a te hibád az egész, mert ugye törött a tévé, és ne fizessen ki, hogy is hívják Kft. Na most itt nagyon fontos megérezni, hogy bármi történik, ezt se a cégnek, se neked nem kötelező elfogadni. Tehát, hogyha a békéltető testület arra jut, hogy is hívják Kft.-nek, ki kéne fizetnie neked a tévét, ez nem azt jelenti, hogy ott akkor rögtön oda is adják neked a 100.000 forintot, hanem ilyenkor a hogy is hívják Kft. Elgondolkozhat azon, hogy ő ki akarja fizetni neked ezt a pénzt. Ha arra jut, ahogy is hívják Kft., hogy ezek után sem akarja kivizetni, semmi probléma, ez megteheti, tehát ez joga van. Ilyenkor természetesen mehetsz az igazi bíróságra, ahol fölbérelsz egy ügyvédet, ugye csilliárdokért, aki bejár veled, és talán 5 év múlva visszakapod a 100.000 forintodat, ha minden oké. De az is lehet, hogy nem. Illetve még egy fontos dolog, hogy ez a békéltetői testület, ez még ingyenes az első alkalommal. Több alkalommal nem tudom, mert nem volt tapasztalatom. Viszont, hogyha elmész a bíróságra, és fölbérelsz egy ügyvédet, aki ugye veled járkál, az nagyon sokba kerül, és az már egyáltalán nem ingyenes. Tehát itt egy ilyen lehetőséged van arra, hogy talán a cég megijed, vagy úgy gondolja, hogy hát nem akar ebben többet foglalkozni, és visszaadja a pénzedet, vagy esetleg kicserélje, vagy valami. És tehát ez egy ilyen, hát hogy is mondjam, ez egy ilyen nyaggatás a cégnek, hogy Józsikám, hát fizessél már ki 100.000-et ennek a hülyének, mert nem akarja feladni a dolgot. Mert a legtöbb cég ugye arra hajaz, hogy te, hogyha veszel valamit, és visszavisztod a garanciába, és elhajtanak, akkor ez számodra vége. Tehát ez nekik nagyon jó, mert akkor nem kell fizetniük, nem kell cserélniük, stb. Viszont ezzel meg lehet őket nyaggatni egy kicsit. Utolsónak még azt érezném meg, hogy nagyon fontos, hogy a békéltető testület, ahogy mondtam is, az nem azt jelenti, hogy te rögtön nyersz, és rögtön visszakapod a pénzt. Ez csak egy ilyen lehetőség, amit ha akarsz, megpróbálhatsz, mert hát ha segít. És nagyon fontos, hogy ingyen van. Tehát, hogyha segít, akkor tök jó, ha nem segít, akkor is végül is nem buktál semmit az időn kívül. Szóval ennyi lett volna a videó. Ha esetleg
egy olyan céggel találkozol, aki nem akarja a garanciában foglaltakat teljesíteni, vagy úgy érzed, hogy neked van igazad, és neki nem, akkor ezt meg lehet próbálni. Ha nem akarsz ezzel foglalkozni, inkább benyeled a pénzt, vagy tévét, vagy akármit, akkor meg ne próbáld meg. Bárhogy is van, további jó hétvégét, jó hétközbét kívánok, találkozunk a következő videóban, sziasztok!